Sziasztok! Mai videónkban a húsoknak a puhasságáról fogunk beszélni, hogy lehet sütés és főzés közben minél jobb minőségű puha húst kapni. Mindenkinek az a célja, hogy szaftos és puha maradjon a húsa a főzés végére. Erről szeretnék most beszélni pár mondatot. Vannak saját védőgázos termékeink, mint üzletekben megvásárolhatnak. Az a legfőbb előnye, hogy hosszabb az eltarthatósága. Az általunk forgalmazott húsok megfelelő életkorú sertésekből származnak. Hát ezt azért érdemes tudni, mert hogyha egy hentesnél valaki esetleg kocahúst vásárol, ami már idősebb sertésből származik, azt hosszabb ideig kell pácolni ahhoz, hogy elérjen egy megfelelő puhaságot. Páclevetbe rakhatunk szódabikarbonát, ananászt. Páclevet készítünk ananász kockákkal. Az ananász a húsnak a rostjaiba beszívódik, ezáltal puhább és ízletesebb lesz a hús. A pácolásnál még nem beszéltem arról, hogy a tejbe, akkor általában a karaj, meg az ilyen szeletelt húsokat szoktuk jobban pácolni. Egy éjszakát azért áztatjuk a húst a tejben, hogy omlósabb és ízletesebb legyen a sütés végére. Még egy praktikáról szeretnék beszélni, a kloffolásról, amivel elérhetjük a húsoknak a megfelelő vékonyságát. A kloffolás során a húsoknak a rostját lazítjuk föl, arra kell ügyelnünk, hogy ne kloffoljuk túl a húst, mert a túlkloffolás során kilukad a hús, és akkor nem megfelelő alapanyagot kapjuk meg a sütéshez vagy a főzéshez. Még arra kell odafigyelnünk, hogy a főzési idő és a sütési idő az megfelelő legyen, mert tovább sütjük vagy tovább főzzük, akkor ezáltal keményebb és szárazabb lesz a hús.